Ebben a mostani nehéz helyzetben sem hagyja magára Magyarország kormánya a magyar falvakat. Az államnak továbbra is az a célja, hogy a falvakban élő emberek életminőségét javítsa. Hangsúlyozta Gyopáros Alpára napokban egy videó bejegyzésben. A kormány biztos úgy fogalmazott, az ebből a célból útjára indított Magyar Falu program nyújtotta támogatások mára már minden 5000 lélekszám alatti faluban és községben éreztetik hatásukat. A programpontokból legalább egy-kettő már mindenhol megvalósult, de vannak olyan helyek, ahol 8-10 sikeres fejlesztésről is be tudnak számolni. A falusi csok több mint 36 ezer vidéki család otthon teremtését segítette, több mint 3 ezer kilométernyi alsóbrendű utat újítottak fel, de sok falusi kisbolt fejlődését és újranyitását is segítették. Ők a következő napokban újabb pályázatot nyújthatnak be működési támogatások igénylésére. Gyopáros Alpár hozzátette, mint egy 8 ezer falusi kisvállalkozás számára nyújtottak segítőkezet EU-s források bevonásával, hogy a kistelepülési munkahelyeket megvédjék és újak létrehozását támogassák. 1200 darab 5000 lélekszám alatti település esetében megfordult a népességfogyási tendencia és növekedni kezdett a lakosságszám, így ezeken a helyeken a program már elérte egyik legfőbb célját. A munka tovább folyik, a vidék továbbra is a kormány kiemelt támogatását élvezi majd. A hagyomány szerint vízkereszt napján január 6-án rengetegen lebontották a karácsonyfákat. Akik gyökeres, földlabdával ellátott növényt vettek, azoknak ajánlott minél hamarabb kiültetni a fákat a természetbe, hiszen a fenyőknek nagyon sok vízre van szükségük. Akik azonban vágott fenyőre ruháztak be és nem tudják eltüzelni a fanyagot, számukra sok esetben gondot okozhat, hogy a lebontás után hogyan kezeljék megfelelően a szárazfát. Makó városában és a térségben az FBH non-profit kerti a hulladék kapcsolatos feladatokat. A cég január hónapban fenyőfagyűjtési napokat hirdetett meg az illetékességi területéhez tartozó településeken. Makon hulladékszállítási napokon január 16 és 20-a, valamint 23 és 27 között szállítják el a vállalat munkatársai a kihelyezett fenyőfákat. Az érdeklődők a részletes település szintű táblázatos lebontást megtalálják az FPH MP Nonprofit Kft. weboldalán.